vagyok én is. Nem vagyok benne. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! 2021. március 18-án vagyunk. Nem tudom, mondhatom-e, hogy a Nyugalom szigete volt valamikor. Igen. Meister Zoltánnál. Nyugalom szigete 2. Igen. Mert Ápolka volt az egy. És gyakorlatilag nincs különösebb téma, de van, hogy ne volna. De forgatókönyv nem készült arról, hogy miről fogunk beszélni. Én azt mondom, tudnék, hogy ezen a napon legyen a Zoltáné a kezdőszó, az ászó majd az enyém lesz. Ülök és mesélek. Ahogy szoktuk, Feri bács. Igen, és én nem tudom, azt hiszem, hogy mi lesz a téma. A Zoltán nagyon rejtélyes volt akkor, amikor kérte, hogy jöjjek és készítsünk egy riportot. Annyit mondott, hogy majd meglátjuk. Igen. Majd a végén meglátjuk, hát akkor fogjál hozzá. Valamit kikerekítünk a beszélgetésben. De bocsáss meg, itt először is volt egy füzet, vagy valamilyen iromány lapból kimásolva. Kérted, hogy ezt mutassuk be, nem tudom mi ez, de nem akarok beleszólni, tehát ülök és mesélek, tiéd a téma. Okay. Szemüveg nincs nálam, és pont besötétítettünk. Na, a lényeg, szeretet, üdvözlöm a hallgatóságot, meg a nézőket. Egy cikk sorozat készült rólam 2010. november és december és január és február hónapjában. Ádelman Péter, akkor még Angyalos Peti volt, készítette rólam ezt a cikk sorozatot. Ennek az előszavát felolvasnám, mert azt hiszem ez ma ugyanúgy aktuális. Igen, igen, de álláspontom szerint egy kicsit talán hangosabbra, mert a másik mikrofon távolabb van. Igen, jó. Húha, jól láttam, igen. Előszó. A mai morális és gazdasági problémákkal küszködő, gyötrődő világunkban kevés hasonló hobbi elfoglaltság akad, amely oly mértékben képes lenne egyesíteni a különböző világnézetű, társadalmi rétegződésű, korra nemre és szellemisére való tekintet nélkül, mint a postagalomtenyésztés. Ezt 2010 novemberi bevezetőbe írtam. Utóiratnak csak annyit, azt mondja, ha nem látom jól, az a baj. Rövid a keze az oltára. Igen, már azért ekkora betűket már nagyítóval is nehezen látnak. Ez az idézet figyelemfelkeltésnek szántam a sportások felé, hogy jobban kezeljük és tiszteljük egymást, mert ez a társasjáték nem megy barátok és társak nélkül. Ezt a kis bevezetőt csak ez azért. Mikor készült? 2010. Hát ez van is élvezi aktualitását. Abszolút aktuális. És hogy rátérjek a mára, lelki válságban vagyok, Feri bácsi. No, meg kell, hogy mondjam. Külső jelek arra utalnak, hogy az a típusú ember, mint amilyen én vagyok, úgy galambászatban, meg hétköznapban, erre ma nincs szükség. Az az ember... Ne arra, hogy közbevágok. Itt én már is nem engedem meg, hogy csak te beszélj. Annál is inkább, nem azt tudom, hogy nincs rá szükség, de igenis van. Hát számtalan videófelvételt készítettük, és felém olyan visszajelzések érkeznek, hogy igenis készítsek veled egyre több videófelvételt, mert élvezik, még a kisiskolások is. Hát nem csak Magyarországról, az ország határon kívüli több országból jönnek visszajelzések. Megnevezhetem Angliát, megnevezhetem Szlovákiát, megnevezhetem Ukrajnát, és még sorolhatnám. Tehát nem Romániából, igen, sok. Folytasd. Hát a következő, a helyzet a következő. Október környékén a szomszéd telek eladásra került. Egy új tulajdonos, hogy megvette, vagy nem vette, vagy a nevén van-e, vagy nem, fogalmam nincs. De olyan problémákat okoz,
erkölcsi, morális és lelki problémákat okoz a cselekedeteivel, hogy ezt az akadályt, mivel koronavírusos helyzetben vagyunk, és az emberek vissza vannak fogva, be vannak zárva, a félelem itt uralkodik köztünk, és olyan cselekedeteket hajt végre ez a fiatal ember, amit már egy jó érzésű ember nehezen visel. Lerombolt minden olyat, ami nem az enyém, nem a mi tulajdonunk a szomszédba. Tehát ez okozva le egy válságot? Ez a íre a pont, talán így úgy tudnám megfogalmazni. Az íre a pont, mert itt a szomszéd telek egy csodálatos arborétum jellegű volt, ha jól emlékszem. Igen, emlékszem. Csodálatos épülettel. És jött ez a fiatal ember, és szó szerint mindent lepusztított. Hogy ő mit fog építeni, vagy mit nem, engem nem érdekel. Ami a legnagyobb baj, hogy a telek határ viszonyok úgy alakultak, hogy már anyázásra került a sor. De hát hogy függ ez össze a galambászattal? Úgy függ össze a galambászattal, hogy az embernek a közérzete nagyon megváltozik. Nem úgy megyek le az udvarba, hogy jó érzéssel, mert látom itt a rombolást, és nehezen tudom magam elvonatkoztatni. Galambászat. Tehát ezt a részét, ezt a szomszéd részét még befejezzük, majd az ügyvéd, meg a rendőrség. Tehát jogi útra terelődik. Jogi útra terelődik. Majd megoldódik. Remélem minél hamarabb, tisztességes úton megoldódik. Ez óriási felelősség számomra is, a családom számára, meg a gyerekeink számára is, mert én úgy érzem, hogy én kapitány vagyok a hajón. Vagy szoktad mondani, amilyen a kapitány, olyan a regiment. Én meg felelősséget tartozom a gyerekeim, unokáim, és a hozzám közel álló fiatal emberekhez, mert galambászattal kapcsolatban azt megjegyezném, hogy abban a 4-5-6 fiatal emberrel, akik itt ültek az asztalomnál. Mondhatnám azt, hogy baráti a kapcsolat, sőt, jönnek hozzám, én is megyek hozzájuk, amennyire tudom, segítem őket, gyakorlatban is, meg elméletben is. Tehát az a része, az működik. Az a része nem működik, hogy az én sorsom hogy alakuljon. Itt a rengeteg véleményem szerint tenyésztésre érdemes galamb, de már terhemre van, és hogy mi legyen a sorsuk. Még nem döntöttem el, de valószínű, hogy a szezon végén, úgy, mint a Szappanos Pista sportbarátom, amit szomorúan hallottam, meg láttam, teljesen felszámolt, kivonult a porszagalan sport történetből. Ez remélem, is, te nem ezt akarod. Hát fél lábbal már kint vagyok, mert ahogy nézem, az új vezetőség, akik közt jó ismerőseim is vannak, kuratórium tagok is vannak, vagy volt tagok, nem tudom, hogy fogalmazzam, még egy telefon erejéig se hívnak föl. Tehát a küzdelem az, hogy itt a magyar galambászokért kiálljak, a magyar postagalambászok, tenyésztők értékét vissza tudjam adni ennek a, lehet, hogy nagy szavak ezek egy hétköznapi embernek, ennek a nemzetnek. Ez úgy néz ki, hogy erre nincs szükség. Annak ellenére, hogy Győr környékéről is, 2 héttel ezelőtt fölhívott a kerületi elnök. A nevét azért nem mondom, csak a kerületi... Úgyis tudják, hogy Gabika, igen, a Gabika, én Gabikának szólítom, 2 családos komoly ember. Nem a Sejli Gáborra gondoltam. Igen. A Gabika, hogy Zoli bácsi azt mondja, valamit kéne csinálni, mert ez a szövetség, meg ez a vezetőség, meg ez a szakmai hozzáállás, ez nem jól működik. Én csak annyit tanácsoltam neki, remélem nem sértődsz meg, vagy nem haragszol meg, hogy ha rám hallgatsz, én 35 éve, pontosan 35 éve küzdök azért, hogy legyen valamilyen színvonal Magyarországon. És a magyar tisztességes magyar postagalambászatnak visszaszerezem a becsületét. Akkor nem válasz semmi olyan magas beosztást, ami adott esetben a családod rovására. Én tudom, hogy ez mivel jár, de ez persze az ő döntése, mert van lelkesedés, van ambíció, van terv, és ráadásul ez a koronavírus,
Ez most, hogy mennyire valós, mennyire nem valós, ezt mindenki döntse el saját maga, de egy biztos, az ország le van zárva. Egyelőre úgy néz ki, hogy a határt átlépni se nagyon lehet. Tehát itt elő kéne készülni B vagy C tervvel. Én elmondtam a Sárospataki egyik kis aranyos barátomnak. Tehát most konkrétan a 2021 évi versenyszezonra gondolsz? Igen. Én elmondtam az én véleményemet, hogy én gyerekek, ha ott lennék veletek, én mit találnék ki? Mert ti jó helyzetben vagytok. Ti tulajdonképpen országhatáron belül olyan 400-430-450 kilométeres programot tudtok csinálni. Ez megfelel a középtávnak és a rövidtávnak. A hosszú táv majd lesz lehetőség, vagy nem, az egy más dolog. Ez de a Zalaegerszegtől ott... Sárospatakig? Vagy pedig vagy. A Moson-Magyaróra. Vagy fordítva. Ugyanez megvan mondjuk a győrieknek, meg a Moson-Magyaróvárieknek, csak kelet felé. Tehát a Budapest és szűk környéke van a legszűkebb lehetőségek birtokában. De még így is az én dulcom, az Irsa utca 42 házban lévő dulcom, visszaemlékszem, Tiszabecs 300 kilométer volt körülbelül. Tehát ott is van már átfedés, lehet rövid távot, meg középtávot is csinálni. Tehát el lehetne indulni egy tervezgetés irányába, mert már itt a párosítás ideje, sőt már a 90% a galambászoknak párosított. És én nem szeretem azt, mikor az utolsó pillanatban találjuk ki a programot. De ez nem az én dolgom. Én javasolnám a szövetség vezetőségének, hogy azért néha-néha hívják össze a vezetőket. De hát van egy elnökség. Már szövetségi vezető? Szövetségi. Oké, de hát dolguk lenne talán, vagy én úgy érzem, hogy erre kéne fókuszálni. Mert jönnek hozzám a kérdések azoktól a galambászoktól, akik bennem bíznak és elfogadják a tanácsomat. Tehát ez is az én bánatom. A Pista kiszállt, Szappanos Pista kiszállt véglegesen. Nem találom azt a partnert, akivel azt a szellemiséget, amit elindítottam, tudod, az ankeri szellemiséget, meg hagyatékot, az füstbe ment. Nem lett belőle semmi, ne ragozzuk, hogy miért nem, mert ez nem érdekel, és akkor így eszembe jutnak gondolatok, hogy vannak szövetségi vezetők, ahogy az előbb említetted Feri bácsi, ugye? Vannak. De vannak nemzet galambászai is, ugye? Ahová persze. Vannak nem is kevés. Vannak nemzet galambászai, akiknek talán dolguk lenne a fiatalok felzárkóztatásának az elősegítése. Ha nem is lehet összejönni, de 10 fő összejön, 12 fő, vagy egy térre kiülünk, és megbeszéljük, vagy leírunk egy programot, és szétosszuk, és gyerekek, beszélgessünk, hogy hogyan tovább. Tehát galambász fórumok létrehozására gondolsz? Ha más nem, arra adott esetben. Hát betartjuk a másfél méter, viszek mérőszalagot, mindenkinek adok a kezül, vagy viszek egy ilyen hézagolót, hogy másfél méterre ne közelítsük meg egymást, fölveszünk a gázállarcot, kinek milyen jut, és próbáljuk beszélgetni. Mert ha nincs közvetlen emberi kapcsolat, minden meghal, Feri bácsi. Ez az online, meg az a telefonon ügyintézés, meg a bejelentkezés. Hát most részese voltam a földhivatalnál, részese voltam a elműnél, részese voltam olyan helyzetekben, ahol az infarktus kerülgetett, miután el tudtam intézni, hogy jó napot kívánok, visszaköszönjenek. Tehát ez a megoldás, ez semmi jóra nem vezet, én így láttam. És akkor lehetne szakmai dolgokról is beszélgetni. Ami nekem a vesszőparipám, tudod, Feri bácsi. Hogyan oktassam azt a kis unokámat, akinek a Galudit, emlékszel abban a riportban, amikor a Galudi műsort adtuk? Na lehet, úgy tudom, hogy van egy országos szakerőadó is, vagy nincs. Nem tudom pontosan. Hát én meg pláne nem tudom. Hát engem nem hívnak föl egyikse. Se a Csaba nem hív föl, se az Imre nem hát hív föl. Hát ő is elnökségi tag egyébként, hát, ami a Hig Csaba is. De biztos... Hát bocsánat, hogy kimondtam a nevét, de hát ez személyiségi jogot remélhetőleg nem sértek. Feri bácsi, én nem tudom, hogy sértem-e, vagy nem, én általában tudod vállalom mindenért a felelősséget, mert a legelső riportban, mi szerint mit mondtam? Addig, amíg az öt ember ott ül,
addig itt nem lesz változás a magyar portalansportban. És felsoroltam a neveket. Igen. Hát azok már nincsenek, illetve még van a Mészáros Jani, ha jól emlékszem. Többi az már nincs, tehát a Várdos István már nincs, nem tudom, hogy ki nincs. Most már új vezetőség, új szellem van. Tehát most valahogy azért meg kéne rázni a víztornyukat, mert én úgy érzem, hogy itt nincs, hogy mondják, nincs feje a csapatnak. Hogy van egy magyar közmondat, de most nem akarok butaságot mondani. Sok bábbal közt elvész a gyerek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Tehát én ebben látom az én visszavonulásomnak a lényegét, mert annyit erőlködtem már Feri bácsi. Annyit próbáltam, hogy itt béke legyen. Eszembe jutott egy gondolat. De én úgy tudom, elnézést kérek, hogy akkor, amikor létrejött az új szövetség, be akarakott menni a választás. Igen. Ha nem csal a memóriám, te felajánlottad a szakmai segítségedet, önzetlenül, vagy igen. Nem jól tudom? Igen, felajánlottam. És mi lett ebből? Hát még egy telefont se kaptam azon. Tehát ez most már második éve van, Feri bácsi. Hát én annyi mindent próbáltam, hogy megelőzzem a bajt, mert most már bajban vagyunk. Ez a vírus is okoz nagyon sok bajt, azért maradjunk ennél, de a szellemiség... De hát a széthúzások talán megszűntek az országos szinten, mert voltak olyanok, úgy tudom, hogy... Új jelentkezők, igen. Bírósági, igen. Tehát jogi útra is tereltek bizonyos dolgokat. Nem tudom, hogy hol tart. De én úgy hallom, hogy talán megszűntek a feszültségek. Hozzád más-más csatornákon jönnek az információk. Te mit tudsz erről? Inkább összetartásról, vagy továbbra is széthúzás? Szó nincs összetartásról. Kényszerből valószínű egy-egy röpcsoport, vagy nevezük kerületnek, mert már nem tudom, hogy mi a kerület, mi a röpcsoport, mi a tagszövetség, mert fogalom nélküli az egész, mert tavaly például az egyik tagszövetség, azt hiszem, vagy szövetség 43 vagy 46 tagból állt, hát mi egyesületben többen voltunk, mint az a nevező kerületnek, vagy akárminek. Tehát itt nekem már sok beleszólásom, sőt, egyáltalán nincs ebbe beleszólásom. Én csak tanácsként mondom. Mint egy tagja vagy valamelyik tagszövetség? Hát voltam is, meg vagyok is, meg nem hát is akkor, vagyok. Hogy nem volna beleszólás. De nem tudom, hogy vagyok-e, vagy nem vagyok, mert még egy telefon se kapok senkitől. És erőlködésnek általában bekakálás a vége. Tudod, én mindig úgy rászerettem volna erőltetni az emberekre azt... Hát én nagyon remélem, hogy nálunk ez nem fog bekövetkezni, mi nem akarunk erőlködni. Én próbálom nyitogatni a szemeket, ha egyáltalán behúnyt szemekre találok. Én, ha látok valamit az alagút végén, Győr és környékén látok valamit. Ott van egy erős kis csapat, én úgy érzékelem. Igen. Létszámba. Gazdaságilag is, úgy látom, te szállítóestőkről beszélek, programról beszélek. Ott van egy, hát a 4-5-6 ezer galambbal felruházott kis társulat. Na, hát gondolom, hogy az közül is benn van az elnökségben, az országos igen, csak valaki, hát vagy valaki. Amikor azok a hírek jönnek, hogy Zoli bácsi, minek megyek oda be? Állandó háborúban, a semmi értelmes dolog már nem történik. Hol? Hát amikor bemegyünk egy szövetség, így valami, hát jönnek ezek a hangok. Hát jönnek ezek a hangok. Elnézést, a beszélgetés kicsit elkanyarodott, de hát akinek nem ingen, ne vegye magára. Örök és beszélünk, beszélgetünk, vitatkozunk, kütköztetünk, és igaz, hogy nem mondtam neked a bevezetőben, hogy gyakorlatilag élő adásban vagyunk. Nagyon jó. Tehát ebben a pillanatban országvilág látja, hogy miről beszél. Feri bácsi, annyit voltam országvilág előtt. Jó, hogy 40 évvel ezelőtt a turnéimon keresztül világhírű sztárok előtt fölüttünk. Igaz, hogy a gombóc az a torkomba volt, de amikor befutottunk a manésba, akkor már megoldódott. Vagy amikor a szőnyeg előtt még lámpaláz volt. Hát mint egy színész mondjuk, aki bemegy a színpadra, akkor utána feloldódik. Beszélgetünk, igen. Tehát ez a... Hogy lehet ezt megfogalmazni? Kínlódok, Feri bácsi, kínlódok. Mert szeretném... Problémád van az egészségi állapotoddal? Hál' Istennek nincs. Hát akkor miért kínlódok? Mert az agyam... Van egy gyönyörű, kedves élettársad, gyönyörű unokám. Odalbordát, nem tudom, hogy fogalmazzak. Hogyne. Akit szinte nagyítóval sem lehet hát, másikat találni. Hát
büszke is vagyok rá. Hát legyél is. És meg is becsüljük egymást. Úgyhogy én vagyok a Kos, ő meg a... Ő, aki visszafog engem. Ne, bocsánat. Tehát nem a szép fiú vagy, hanem az okos fiú? Hát okos. Mind a kettő. Fejjel a falnak, ha kell, és kimondom, amit érzek, ami a szívemben a számom. Tehát visszatérve a szövetség vezetősége. Csak szeretettel tudok rájuk gondolni, mert aki vállal valamit, most, hogy anyagi érdekekből... Ez kap ideget, meleget, azt nagyon jó. Az természetes, de egy kicsikét föl kéne rázni őket jobban, hogy történjen valami. Nem akarom temetni most már a posztalan sportot, de nekem a környezetből levont konzekvenciák alapján nem az én világom. Kevés, gyenge, színvonal alatti. Nem akarok visszamenni az én 25-30 éves periódusomra, amit párhuzamot vontam a Puskásékkal, a 50-es, 60-as évekig. A Puskás korszakban a fotballal. Na, bocsánat, hogy színvonalon. Igen. Hát vannak országos szinten magyar galambászok olyan kiemelkedő eredményekkel, amit a nyugat is megirigyelhetne. Akkor mitől színvonalatnak? Hát azért mondom, mert egyetlen egy magyar galambász nevét sem hallom, amikor ezek a csodálatos eredmények megszületnek. Hát amikor nekem van egy, mondjuk volt, bocsánat, egy kiemelkedő állatom, nagy teljesítmény, akár verseny, akár tenyészgalamb, akkor azt úgy hívták, hogy Meissner Zoltán. Igen. Nem Koopman, nem Lotterman, nem Popperman, nem Fábri, nem Fanlon, nem Fülem tudja mi. Ha készítünk egy riportot, és ott vagyok a Kitúlják Pali bácsinál, és egyen meg a drága szívit, Pali bácsi, nagyon-nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és a kisöreg, mikor kezembe adja a galambjait, emlékszel, mit mondtam hogy neki? Hogy nem emlékszem. Ez nem Fan, nem Arden, ez nem Marcel Desmet, ez Kitúlják Pál galamb. És az öreg büszkén vállalta, hogy az Anker Alfonz emlékén elhivatottva ugyanezeket a galambokat tenyészti egy-egy frissítéssel, és ez már kitúlják galamb. Tehát az Anker is kinyilatkozta, könyörgöm, hogy mindig az a tenyésztő, aki a párosítást természetes. Vagy a Juhász Pista sportbarátunk. Na de beszélek itt 80 fölötti emberekről. A fiatalok nem merik kimondani a szájukon? Erőt eszembe apropó. Itt valahol itt a környezetedben is van egy 92 vagy 94 éves galambász, aki még mindig aktív versenyző. Nem tudom. Nem ismerem, nem tudom. Nem jut eszembe nekem sem a neve, lehet, hogy... Nem tudom, mert... ...közöttelább bekattal. Hát hozzám már nem nagyon jönnek a környékről az információk egyáltalán, ahogy megszűnt a B6 Egyesület, ahogy megszűnt a B7 Egyesület, ahogy tulajdonképpen már itt a Rákos mentén előző riportokban mondtam, hogy itt olyan postagalambász élet, nem hogy olyan, amilyen az én időmben vagy a mi időnkben volt, hát fényévnyire vannak attól az összetartástól, összefogástól, attól a kultúrától, amit én szerettem volna képviselni, és ebbe fáradtam bele, Feri bácsi. És akkor hogyan tovább? Hát úgy tovább, hogy még vannak ígéreteim, 1-2-3-4 sportásnak, annak még eleget teszek, és a szezon végén, ha így alakul tovább a sorsunk, és itt nem oldódik meg a szomszédba ez a trauma, úgyhogy ne kelljen bíróságra járnom, meg ne kelljen rendőröket hívni, akkor totálisan felszámoljuk az állományt, felszámolom az állományt, és első lépésnek a teleknek az alját eladjuk. Mert már fáradok, nem várhatom el a páromtól, hogy 70 fölött vagyunk, hogy itt nyírjuk a füvet, gondozzuk a kertet. Hát ez kis, nem kis munka, lejtőn föl, fele, emelkedőn föl, lejtőn lefelé, hosszú, és aztán majd a gyerekek, ha összeülünk itt, megbeszéljük a lányom, ha sikerül hazajönnék, mert ez a pandémia nem enged, hogy hazajönnek Angliából, leülünk, és akkor megbeszél, hogy hogyan tovább. Nagyon szomorúan mondom, Feri bácsi, neked és a hallgatóknak, hogy sír a lelkem, de ha kell, elmegyünk innen. És mindent feladok, mert
mert elfáradtam. Nincs, hogy mondjam, Feri bácsi? Én csodálkozom, és hiszen téged nem ebből a fából faragtak. Visszautalok a porondra. Igen. Milyen kitartásnak kellett ott? Hány éves voltam? Hol van ez? Hány éves voltam? Hát én indiferens, hogy az ember hány éves fizikálisan, de lelke örökké fiatal marad. Igen, csak azóta már annyi sérülés érte, tudod, azért, szóval már lassan szitává válik a lelkem. Nem akarok itt most mártír csinálni magamból, meg lehet, hogy nincs is szükség erre, amit én képviselek. Az se biztos, hogy kell ez a tenyésztés, ez való hozzáállás, az emberségből való példamutatás, mert ezek a becsület, tisztelet, szeretet, ezek a jelzők, ezek úgy érzem, hogy a nagy társadalomból is már kikerültek, nincs rá szükség. Amikor egy 30 éves fiatal ember odajön és elküld az anyámba, akkor már nem tudok mit mondani. Hát mondjuk engem is értelmadás a vonatkozásban, hogy miért nem próbálok fiatalabb aktív kalambászokat is bevonni, például a riportok készítésénél, akik segítenének. Hát felvetődött ez korábban. Hogy ki mondta? Horváth János mondta. Igen, ő mondta. Egy komoly fejmosást kaptam, lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nem. Én azt mondom, hogy igaza van. Bár én próbáltam bevonni fiatalabb galambászokat, de akkor is mondtam, most is mondom, hogy arra hivatkoztak, hogy a család, a fáradtság, az egyéb elfoglaltságok. És egyetlen egy emberke jelentkezett azóta, valahonnan a Sopron környékére, hogy ő segít nekem abba, hogyha megyek az ország különböző helyére riportokat készíteni, ő Elvis kocsival is eljön segít. Én a segítséget nem innen várnám, meg nem így várnám Feribe. Úgy várnám, hogy melléd ül, 1-2-3, betélkednének, mert tulajdonképpen neki kéne tovább vinni a stafétát. Hát pontosan erről van szó. És ha mennyi igaza van a Horváth Jánosnak, kinek az egészsége, kinek a kor. Én nem győzem elégszer hangsúlyozni, hogy a 83. életemben vagyok. Hála jó Istennek! És hát azzal együtt, hogy kérdezik, hogy miért csinálom és mit kapok érte, semmit, hideget és meleget, sokszor fejbe rúgást, de szeretem csinálni, miért csinálom? Saját szórakoztatásomra. Nekem nem kell bemutasd magad, Feri bácsi, hála jó Istennek, mert most már több mint 10 éve küzdünk bizonyos dolgok irányába, és nem korfüggő ez. De amikor én elmondom a házi feladatot. Most visszautalok, akkor azt mondtad, hogy elfáradtál kor, ha akkor nem kor függő, nem akkor miért akarsz menekülni, miért akarsz visszautalni? Mert van egy határ, van egy jó, ha én a szőnyegre mielőtt fölkészültünk a küzdelemre, és én voltam, mit tudom, 87-90 kiló, életem egyik legszebb korszaka volt. És velem szemben egy 300 kilós vagy 200 kilós szumós jött volna, fölmegyek először. Föltörni velem a szőnyeget, oké. Fölmegyek másodszor, harmadszor, negyedszer, ötödször, hatodszor, 2020-ban, tizedszer. És ha már 11-szer is azt fogom kapni, hogy föltörni velem a szőnyeget és kidob a szőnyegről, akkor 12-szer már nem megyek. És most itt tartok a postagalambán. 1985 óta, a Maraton Klub megalakulása óta egyfolytában szeretném az új megújulást, a szinten tartást, az erkölcsösséget és a színvonalat képviselni hazánkon belül, meg külföld irányába is. Na de könyörgöm, én úgy tudom, hogy korábban melléd állt a szövetség elnöke, melléd állt az ország galambásza. Melléd állt, aki jelenleg is úgy tudom, hogy tagja az országos elnökségnek. De már nem áll, már nincsenek mellette. Ha én nem hívom, nem válaszol. Ha hívom, föl se veszi. Tehát most ennyire nem akarok már belemenni a részletekbe, mert tudod, nekem 2019. november 16-a vagy 19-én az ominózus kaposvári megemlékezéskor. Igen. Az egy olyan... Az Anker-i megemlékezés. Anker Alfon halálának a 40. évforduló megemlékezés. Azok a jelenetek, amik ott lezajlottak,
a mi irányodba is. Meg az én velem szemben, ahogy viselkedtek az úriember. Ó, hát én erre azt mondom, hogy pontjátál. Igen, igen, igen. Én meg azt mondom, hogy nem. Na most, hogyha ezek a fiúk vannak most, úgy mondom, hogy porondon, ha azt a szemléletet képviselik, amit akkor velünk szembe képviseltek, ebből én nem kérek. Én szívemet, lelkemet mindig beleteszem, bármiről legyen szó. Rám nem mondhatja senki, hogy csak ülök és mesélek, és nem teszek valamit. Mert én gyakorlatban is hozzászoktam tenni a tudásomat, a kevésbé való tudásomat, de most ott tartok, hogy ez a új szomszéd, ezzel a határvitával, meg ezzel a rombolással, ezzel a pusztítással, egy kicsikét a hitemet is elvette meg, meg a lelkemet is. És nem kapok a galambás társadalomból olyan támogatást, ami arra ösztönözne Feri bácsi, hogy egyáltalán még foglalkozunk a vérvonalakkal. Hát itt ülünk. Hát hogyne, hát kellene foglalkozni. Nem titok az, hogy országos bajnok voltál. Igen. Azokkal a bizonyos anker származású galambokkal, ha nem tévedek. Abszolút. Aminek a utódai, unokái, vagy mai napig is, vagy mit tudom én, hát jelenleg is itt vannak. Színvonalon vannak, így van. De... Mik azok, mert törzsről beszéltek. Mik azok a törzsek? Hát mik azok a törzsek? Hát tulajdonképpen összefoglaló, ez már melyiknek galam, abszolút. Hát a legnagyobb százalékban talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy Nem. Külön-külön, mert nálam külön-külön vannak bizonyos törzsek. A nevezek, Arden törzset ugyanúgy képviselem mai napig. Képviselem a Deszmet Matis törzset elég szigorúan. Hát a Simons ugyanúgy ott van a képbe. Hát a Felszát az nem törzs, az egy név. Az egy világhírű, rövid, de inkább középtávú világbajnok volt. Raúl és Xavier Felszát, ezek nemzetközi hírességek. Ott azon belül Janssen, Deszmet Matis, de még a Robert Vénusz galamb is megtalálható a felszárt galamboknál. A Superkra Krüsszon a 421-es kék hím. Aztán még mit mondhatnék? Hát a Delbár is ott csordogál elég nagy szállaliba, főleg a királynő vonalába. De ezeket én már, hát a lősz ugyan, a fekete ugyanúgy megtalálható. A Fábri az csak ilyen 0,65%-ban, tehát azok már csak így ott vannak, tudnilik. 70-es, 80-as évektől számolom az időszámítást. Cricket bronzé. Ez még a Teremi féle gyönyörű. Hát ha valaki látta ezeket. Azok Fábrik voltak. Fábri galambok. Hát ami csodálatos állatok voltak. Az is megtalálható, de az már elenyésző. Delon Lilion. Delbar. Fábri. Tehát ugyanúgy megtalálható, mert ezek a galambok voltak a kezemben, birtokomban voltak. És mivel nem csak ülök és mesélek, én ezeket a galambokat, mivel érdekelt mindig a történelem, visszamentem a kezdetekhez, a 1800-as évek végétől, én követem ezeknek a felépítésüket, akár a Szappanos Pistánál, a Szappanos féle galamboknak a Jos Rittje, Derbi Kapuntje, a Saddam. Jos Rittje, ez miből származott? Igen, az Endelbás Téhelba út. Igen? Deszmet Matis Téhelba út, hogyne. Tudnék, azt hiszem a Pláim úr hozta a Pideverdel, most a Pistának hozta közvetlenül, vagy az Alfi bácsinak, mindegy, a Pistánál voltak ezek az elhíresült Jos Rittje. Tehát ott landoltak. Abszolút, hát onnan indult ez egész csodálatos törzs. A Szappanos Pista kezébe aranyjá váltak, de aztán váltottak. Itt van Fallon, ilyen Grotendorstól, meg hát más galambok is megjelentek. Az Arden itt ott megjelentek. Tehát én elég jól képbe vagyok ezekkel a dolgokkal. Aztán a Gyerko Tibit már említettük. Tibinél mondhatnám azt, hogy az Anker galambok, ebben Simon Del, Deszmet Matis, Delbar, Döfrin, Lősz, Döbár, ne soroljam ezeket. Ezek mind-mind megtalálhatók voltak a Tibinél, és ő a maga tehetségével kitűnően tovább tenyésztette, de már ő is már 10 éve nem versenyzik. Az természetes, hogyha valahova kerültek ezekből a galambokból, és jó szemmel, jó érzékel nyúltak hozzá, tehát a szelekció,
a szelekció, az észszerű tenyésztés és az észszerű szelekció megvolt, ezek a mai napig ugyanúgy színvonalon vannak. De nem hallom ezeket a galambokat már, mert szívesebben hangoztatják ez a romaint. De nem, mert az országos szaklapban azért írásokban megjelennek a nevek. Hogy... Talán most egy kicsit jobban kezdik ezt firtatni. Mondjuk Igornak volt ez a Anker Alfon meg a Klara 46-ról szóló története, de talán már nem, én nem ebben a stílusban képzeltem el az Anker Alfons alapítványnak a működését. Hát ott 9 pontban le van írva. Abból a 9 pontból nem valósítottunk meg semmit. Semmi. És egy kicsit úgy ezért kaptam fejmosást. Hát félre lettünk téve. Félre lettünk téve, Feri bácsi. Már kitől kaptál? A Horváth Janitól? A Horváth Jánostól. Fejmosást? Hogy Janitól te ne akarjál, ne vedd komolyan a fejmosást, mert most nem bántani akarom, hogy Janit, aranyos. Egyen meg az 5 lépcsőt, meg a 6 lépcsőt, meg a nem tudom micsoda, meg a mikoplazmát. Én nagyon szívesen hallgatom, hanem na minden, szívesen hallgatom, vagy megnézem, de ő neki a világon semmi joga nincs a szemrehányáshoz, mert tudnék, onnan indultunk el. Ha jól emlékszel az első riportba, én föladtam a leckét, hogy alapítvány, gamebank, onnan jött az ötlet, aztán mi lett belőle? Cserbehagyás. És inkább nem is foglalkozok ebben a részével. Ő neked nem tett szemrehányát, ő neked köszönettel tartozik. Itt most országvilág előtt kélentem, hogy Janikám, jó egészséget kívánok neked, és örülj annak, és becsüld meg a Feri bácsit, hogy egyáltalán meglátogat, és készít rólad riportot. Nekem nem tartozik köszönettel a világos senki. Jó, de hát... Én köszönöm meg azoknak de a kalambászoknak, akik szobálnak velem, hogy riportot készített, mint riport alanyként leülnek velem. Hát azért nem így működik, Feri bácsi, azért... Én azért nem... Lehet, hogy álszerénységnek tűnik, de én nem így látom. Nem, én már másképp látom. Azok a galambászok, akikkel készítettünk komoly riportot, több embernél voltunk. Mondjam azt, hogy egytől nem kaptam még egy jó napot kívánok, egy köszönetet se, inkább csak bántást kaptam. Akkor most... Nézd, én akkor... azt vallom, hogy aki hasonló dolgokat akar csinálni, az készüljön fel arra, hogy csak hideget, meleget nagyon ritkán kap. Van benne valami, tehát a közszereplőnek ezt vállalni kell. Van, ez vállalni. Na de bocsánatot kérek, nem én vagyok a közszereplő. Nem te vagy a közszereplő. Kinéztünk valakit, vagy én kinéztem valakit, és vettük a fáradtságot, és elmentünk hozzá, ha tetszett, ha nem. Nem mondok most tényleg neveket. Jó. És talán annyit megérdemelne az ember, vagy megérdemelt volna, hogy jó napot kívánok. Bocsáss meg. Hát emlékezzél vissza a tiszafüredi országos kívánok. Hát tudom. Akikkel riportot készít, átjött, hogy kikre utaltál. Igen. Elfordították a fejüket, nem is köszöntek. Hát tudom. Hát meg a szövetségi, engem be se engedtek, Feri bácsi. Engem be se engedtek, oda ödletek egy figurát, hogy a Megszer az nem jöhet be, mert most itt zárt ülés, meg nyílt ülés van. Amikor azt szerettem volna, hogy béke legyen, és legyen valami fel. De hát ezt tegyük fél. Ja, akkor a nagyszakállóba akarsz. Hát, például, Feri bácsi, ha nem zöld belépő volt, hanem csak sárga, akkor csak az ajtói mehetté, és onnan hallgatózhat. Tehát vicc, hát gyerekek, ez vicc. De hát itt most már átmehetünk a humor részére is. Hát igen, talán dobjunk az égszíjon. Tehát én nem hogy mondjam, mártírkodni akarok, Feri bácsi, belefáradtam. Itt ez a mostani helyzet, ez nagyon visszavetett a céljaim félre vannak téve. Természetesen azok a fiúk, akik közel állnak hozzám, 100%-osan támogatom őket, de nem látom értelmét. Én magam már nem nagyon tudok versenyezni. Nincs lehetőség. Megszűnt a Royal Derby. Össze-vissza beszélnek itt tücsköd bogarat.
ott van Fóton a gyűjtés, mit tudom én, Erzsébeten van a gyűjtés, ezek már ott összevesztek, még el se indult, aztán lehet, hogy azt nyilatkozta az egyik tulajdonos, hogy ha így megy, akkor ő is abba hagyja. Hát én ebbe a kutyakomédiába nem akarok erőlködni. Feri bácsi, hát ez számomra novum, én még erről nem hallottam, de csak most hát nekem jönnek az információk. Na most hát ebben a korban már én nem akarok tolakodni, hát hova tolakodjak? Még azt se tudom megoldani, hogy a galambjaimat megröptessem. De megoldom, a fiúkkal megbeszéltük. Mi már csináltunk egy e-programot. A hármas út végén, Sárospataktól, mit tudom én, Ecserék vagy Rákoskertig. Ez a három galambász, aki van, tudod, a Ákos, igen, az Ákos, a Péter, a Pajkos Peti és a Tomika, üveges Tomika. Én már megszervezem velük, hogy mindenki valahogy 200 kilométeren belül tudjanak a galambok repülni. Megoldjuk. De ez kevés. Ez hosszú távon olyan szövetségi, vagy komoly szinten ez kevés. Ezt megoldjuk. Tehát ez nekem is kevés, de én ebben megelégszem. Mert már nem fogom ezt a törstenyészet, ankeri szellemiség, ankerem. Nem kell ez a kutyának se, Feri bácsi. Én úgy látom, vannak telefonok, csak aztán elhagadt a telefon 3 hónap, 4 hónap, és eltűnnek. Az meg kevés, Feri bácsi. Én azon voltam, hogyha most kitaláltunk valamit, mi hárman, leírtuk a pontokat, megvalósítható, a körülményeket alapul véve, mivel én voltam szállító is, voltam ilyen, olyan, amolyan, tehát értek egy picit a számokhoz is, a kilométereket is tudom, a fogyasztást is tudom, meg stb. Akkor kiszámoljuk, hogy gyerekek, mit tudunk megvalósítani úgy, hogy a kecske is megmaradjon, a káposzta is megmaradjon, tehát valahogy kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon, és gazdaságilag is, meg szakmailag is jól járjunk, és ezt holnap után indítsuk el, mert minden olyan mutatvány, amihez én adtam a nevemet, ez így indult el. Így indult a B4 Kolumbia, így indult a Budapest bajnokság, a 900-as klub is így indult, az Anker alapítvány is így indult. Emlékszel rá, itt ültek a kuratórium tagjai, Szegedtől, Orosházáig, és ebből nem lett semmi, Feri bácsi. Egy biztos, ha most véletlenül mondjuk nem sok, csak 100 millió, potyan az égből, akkor biztos, hogy találnék egy olyan megoldást, hogy a Budapest és környéki galambászok úgy szakmailag, mint anyagilag is a lehető legjobbat kapnák tőle. Tehát segítenéd őket továbbra is? Nem, én vezényelném. Ja, te vezényel. Én vezényelném, és magam elé venném azokat, akik a szállításban otthon vannak, mert ahhoz is egy picit értek. A számokhoz is egy kicsit értek. A szakmához is egy picit belekóstoltam, tehát én egy kicsit tettem azért, meg eredménnyel is alá tudnám támasztani, vagy alá tudtam támasztani, hogy miről beszélek. Úgyhogy... És még abból a régi törzsből, ami gyakorlatilag bajnokságokat nyertél, vannak még itt a... 100%-osan megvannak. Például mik? Hát minden. A Janzentól kezdve a Desmet Paci, a Királynő, a 5170 és a Terminátor dinaszta, mind olyan... Megvan. Abszolút megvan. Ez megvan egy évesbe. Miért akarod felszámolni? Hogyha esetleg olyan kezekbe kerül, akkor ez szétolva, nem akarok bántani senkit, de szétolvadnak, mint a jégcsap. Nem lesz belőle semmi. Az már legyen az ő dolguk. És ez neked nem fájna? Nem. Már nem. Tudod, mi jut eszembe? Hát mondjuk nem hiszem el. Tudod, mi jut eszembe, Feri bácsi? Anker Alfonz. Na jó, hát a saját hazájában tudom én, hogy proféta nem lehet senki. Én már felajánlottam azt hiszem 1, 2, 3 olyan embernek, aki anyagilag tehette volna, neki zseppénz lett volna. Itt van 50 vagy 100 darab galamb. Hárman összeülünk, az illető csinálja olyan dúcokat vagy dúcot, ahol ezeket párba tesszük, szakszerűen tovább tenyészük, és 2 éven belül oda van írva, hogy országos díj, mit tudom, 5., champion 6., rövid, közép, hosszú, és ez mind a néhai Anker Alfonz galambjaira visszatenyészve. 1, 2, 3, 5, 20
hogy mondjam neked, ágon keresztül. És ezek már magyar galambok, magyarok által kitenyésztett. Így van. Világhírű van, madarak lehettek volna, egy törzs vagy kettő, és nem kellene esetleg nyugatra menni galambokért. Vagy nem jól látom? Ez volt a cél. De zseppénznek számított volna azoknak az embereknek, akiknek felajánlottam, de még akkor nincs meg az az elhivatottság, Feri bács. Nincs meg az a hagyományőrzés. Nincs meg az a nem beteges, bocsánat, azért nem vagyok még beteg. Nincs meg az a mély együttérzés Anker Alfonznak a szellemiségével, és itt utalok megint a Szappanos Pistára, aki az utolsó mohikán volt nekem, akiben még úgy, mint Anker tanítvány, a legrendesebb fickó a világon, ezt írta a Bakonyaján, ezt írta Anker az egyik levele, Szappanos István. Ő már kiszállt. A másik, a nemzetgalambásza, az meg nem. Hát az meg most nem mondok már megint neveket, mert meg ez csak rosszat szül. Tehát nem érzem azt, Feri bácsi, hogy azok az emberek, akik tehetnék, vagy az állat... Miért az a nemzet galambásza is tanítványa volt az Alkárnak? Hát ő úgy nyilatkozott... Hát én nem tudom, hogy hát ő úgy nyilatkozott... Na de ki az? Hát Sáros Patakon Gyula József. Ah. Hát hogyne? Hát a cikkeiből ki lehet olvasni, hát ez nem mint találtam ki, ő írta. Tehát bennük nincs meg az az elhivatottság, nincs meg az a önzetlen tisztelet az elődei irányt. Lehet, hogy én rosszul látom, és lehet, hogy én az utolsó mohikán vagyok, bár a barátom mindig ezt mondja, te olyan vagy, mint a dinoszauruszok, kihaló félbe lévő faj. A kölyök barátom, akit tudod, igen. Itt volt két hete, mert mindig hozzáfordulok, ha lelki bajom van, és akkor mondja, hogy ne idegeskedjek, mert most olyan világot élünk, hogy a 9 éves gyerek, aki tanítvány, meg karateedző, a 9 éves tanítvány elküldi őt a sóhivatalba, és akkor örülnek, hogy a gyerek nem vágja pofán a 70 éves mestert. Azt mondja, nyugi, és ővel szoktam megosztani ezeket a problémáimat, mert ő a barátom. Nagybetűvel. A galambok megvannak. Ha lenne olyan ember, aki rászánná magát, és volna benne egy elhivatottság, akkor még azt mondom, itt van, fogjuk meg azt, vigyétek, csináld, én támogatlak, de már így már nem. Végig szoktad nézni a riport. Igen. És most szakmailag bont. Igen. Úgy tekintsél vissza. Hol kell rajtuk változtatni? Mi az, amire esetleg igény van a galambásoknak? Szakmailag? A riportokon belül. Csak azt tudom mondani, hogy elhangzanak dolgok, és a galambász, aki bemutatkozik, lehet, hogy eredményes, és vannak jó eredményei, de nem elég szakképzett ahhoz, hogy azt mondja, amit kellene. Ha valótlant mond, akár származás szempontjából, akár, mit tudom, tartást technológiából, vagy akármi, vagy reklámot csinálunk egy takarmánynak, ami holland. Nem magyarnak, egy hollandnak. Egy gyógyszernek, ami belga. Egy másik galambnak, ami kínai, vagy most humorosan mondom. Igen. Akkor én már abban nem tudok beleszólni. Én soha nem... Feri bácsi, tudod nagyon jól, soha nem kritizáltam másokat. Mindenki, ki mint él, úgy ítél. De ha én egy iskolát akarok elindítani, nem mondjuk ez egy ilyen, hogy neveztük magunkat? Postagalambászok baráti köre. Igen. Én így indítottam az Anker Alapítványt és a Bárdos István felé, de aztán így alakult Anker. Most ez az hat fiú, aki itt van a környezetemben, én itt nem olyan iskolát akarok, hogy most ez tuti, ez biztos, ez a legjobb, hanem hogy ez mindig az adott helyzetre, az ő életvitelére, az ő anyagi helyzetére, a családi körülményeire próbálja formálni ezt a nemes sportot. És nem mondjon olyasmit, vagy mondhat, de a butaságot nem mondjon, ami nem róla szól. Mert
Hát a riportok, hát igen, te kérdezel. Hát itt a válaszoló, akit megkérdezel, hát nem minősítek senkit inkább. Ja. Mert már az öt lépcsőből én már hatot mondanék, akkor lehet, hogy én nagyobb lennék, tudod. Meg a, nem tudom, én megmutatnám ugyanazt a galambot 10-szer, a sok nullást, meg a sok-sok mit tudom én micsodát, akkor ezt szépen nézik a galambászok, de ettől nem fejlődik a magyar postagalamsport. Erre vagyok kíváncsi. Milyen irányban, mire volna szükség? Mire volna szükség? Hát arra, mivel a kezdetén adott esetben iskolába elmenni, ha most pillanatilag ez nem megvalósítható, oké. Okay. De lehetne egy kis forgatókönyvet elérni, ami az Anker alapítvány pontokban van szedve, ott ki lehetne emelni, akár minden pontot, Feri bácsi. Elővegyen, fölolvassa, nem kell fölolvassa, tudod, hogy miről szól. Akár a fiatalság neveléséről, akár az idősek segítéséről, akár a Gamebank, jelképesen most a Gamebankot mondhat akárki akármit. Magyar törzsről beszélek. Mert itt az országban még mindig nagyon sokan emlegetik, egyre jobban kezdik a Gyerkót, a Deszmet Matiszt, a nem tudom mi micsodát, az Anker ilyen, Debrecen, ugye? Országgáspár, Plastront, hát igen. Elhangzanak ezek a igen. jelzők, az egy országgáspár galamb. Én képbe vagyok azért, ha valamit megnézek, azért tudom, hogy miről beszélek. Vagy egy Rocky Toyot, vagy nem tudom micsodát, vagy Championt, vagy öt első díjast. Tehát arra volna, hogy összedugni a fejét az értelmesebb galambászoknak. Mert mindig leírtam. Bocsánat, én... A jövő építése van szó, igen. A szakmailag felkészültebb galambászoknak. Igen. Nem az, mert valamennyi galambász értelmes. Én ezt mondom, mert ha nem volna értelmes, persze, foglalkozna vele, mert ebből csak tanulni tud. Igaz, hogy a család támogatás kell hozzá, nem akarok ennyire belemenni. Tehát a szakmailag felkészültebb galambászoknak kellene összedugni a fejüket, mert ha nem is azoknak tudnának tanácsot adni, akik már évtizedek óta galambásznak, de a kezdőknek igen. Igaz, hogy kevés kezdő van, de meg kellene egyre keresni az okát, hogy miért. Tehát föl kellene nekik is nyitni a szemüket, meg kellene adni azokat a programokat, amivel fel tudják készíteni a galambaikat a versenyekre. Nem eltitkolni, hogy készítem fel a galambot, tehát nem félni attól, hogy esetleg felnőnek ők is hozzám. Nem jól látom? Van benne valami, de hát már előfordult, már most már ízes tova 5-6 éve, hogy működik ez a ülünk és mesélünk és próbálunk valamit csinálni. Én igen, mondja el, hogy ő mit csinál, de én azt hiszem, hogy másképp szerettem volna, hogy ők kérdezzenek. Tehát azok, akik ki vannak jelölve, akik, hogy mondjam, érezve... Mert maguk a riportalanyok kérdezzenek? Visszakérdezzenek. Ja, mert én elmondom a véleményemet, akkor a másik is elmondja, nevezünk úgy, hogy én kizárom magam. A bajnok elmondja a véleményét. A nagyon eredményes galambász elmondja, hogy mit, hogyan, mikor, hogy nyertet. Na de ebből csak neki kell leszűrni, hogy az ő képére melyik megoldás van. Igen, mert mindenki másképp. Mert most itt, ha megkérdezünk 10 galambászt, például most elmegyünk Farkaslukba, igen. Voltunk ott Farkaslukba? Igen. És akkor azt látom, hogy ide a fészekbe be van téve a kis itató, hogy meg a galambszart nem szeretem, majd galambpiszkot nem szeretem, meg nem tudom mi. Hát most ebből mit tanul meg a galambász? A másik elmondja, hogy porszívózok, naponta 5-ször mosom hipóval, most időzére be. A negyedik azt mondja, hogy hát 2 éve nem volt takarítva, de mégis az országos első díjat én nyertem hosszú távról, akkor most a galambász magának kell, hogy leszűrje, hogy ez rám vonatkozik, hogy nekem melyik felel meg. Én el tudok mondani tavalyi? 20-as? Azt hiszem 20-as, igen. Kis idézőjelben barátomnak a közte és köztem lezajlott vitáját, hogy Loli bácsi, már elkezdődtek a tréningek, a profik már hordják a galambjaikat.
mert tavaly is volt ez az influenza, meg a mit tudom milyen mizéria, és úgy volt, hogy vagy lesz, vagy nem lesz versenyzés. Mondom, figyelj ide, nem mondom a nevét, mondhatnám nyugodtan, mert nem hiszem, hogy meghalszik. Tehát ha lesz, akkor nem lesz, ha nem lesz, igen, akkor lesz. Igen. Mondom, vagyis ha lesz vírus, nem lesz verseny, ha nem lesz vírus, akkor lesz verseny. Igen, mondom, figyelj ide, de ez most tavalyra vonatkozik. Igen, igen. Mondom, figyelj ide, hány galamb rontja ott a levegőt? Nem voltam, megnéztem, hát vagy 40-50 galambot rontott a levegőt. És mondom, mit kezdesz ezekkel a 40-50 galambbal, ha nem lesz verseny? Vagy ha később kezdődik a verseny. Hát majd jövőre beöregszenek. És akkor mit fogsz kezdeni, ha meghagysz rá, erre ráhagysz 50 darab fiatalt? Tehát mondtattunk már lassan, 100 galamb van a dúzba. És ezek mind csak ilyen kétesélyesek, háromesélyesek, és piszkítanak, és takarítani kell, és oltani kell, és költség, stb. 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 Na a lényeg, a nagymenők már nem tudom, hogy 100-150 kilométernél tartottak a bemelegítésnél. Fogd meg őket, azt vidd el kétszer, háromszor, amennyire tudod, úgy, hogy ne essen nehezedre. Tehát anyagi igen helyzetedet ne rombolja. Elvitte kétszer, háromszor, és bekerültek a mélyvízbe. Persze nagyon kemény út volt, hiányzott, de majdnem mindenkinek. A végeredmény az volt, hogy volt egy országos lipcsei, azt hiszem, verseny, és most már szerepel az újságban, mert neki volt, azt hiszem, 4 vagy 5 galambásznak volt abban a körzetben, aznap 3 darab galambja. Neki volt 3. És teljesen kezdő volt. Abszolút kezdő. Sok elveszett, de már az újságban most olvastam a nevét. Tehát szerepelt. A fiataloknál ott van az egyesületi szintről beszélek, 1., 2., 3., 7., 8. díj. Tehát kihívták már a színpadra, ha volt ilyen díjkiosztó, és már kapott egy oklevelet, netán kapott egy bigyót, tehát már szerepelt a Kimit tudva idézőjelbe. Tehát megmutatta, hogy ő is létezik. Igen. Elveszett a fele, mondjuk. Nem tudom, de mondjuk a fele elveszett. De az utánpótlás ugyanúgy megvolt, jön a fiatalok versenye. És az egyéves kategóriába, azt hiszem a prágai verseny 600 valány kilométer nekik, ragyogó helyezést ért el. Tehát volt értelme annak, hogy beszállt. De én kitől származom madarakkal? Hát is, tőlem is, meg mástól kitől is. Kitől kapták a szakmai tanácsokat? Hát általában én szoktam őket, meg őt én szoktam izélgetni. Mert le is toltam, megmondom őszintén, mondtam, ha nem teszed meg ezt, amit én most kérek tőled, megszűnik a diplomácia kapcsolat, és rá, megcsinálta. Mi lett a vége? Szelektált, nem kell letetni egy rakás idézőjelben gyenge minőségi állatot, és már föl tudja mutatni, hogy gépszi akab vagyok, már szerepelek az újság címlap, az újság lapjain. Tehát van eredmény, mert úgy ne kezdjen senki, hogy rögtön bajnok leszek, és én leszek a legerősebb. És azt is alapul kell venni, hogy ma úgy látom, hogy egy olyan 1-2% a galambász társadalomnak nagyon-nagyon-nagyon gazdag. És ott, azoknál az embereknél, akik nagyon-nagyon-nagyon gazdagok, ott minden adottság megvan. Dúzgondozó, ha kell, a világ leghíresebb galambjaiba be tudunk vásárolni, a legjobb program, a legjobb takarni, stb. Stb. Tehát azoknak a galambászoknak, akikről én beszélek, ezeknek a idézőjelbe tanítványoknak, vagy akik itt ültek, ezek a kis barátaim, nekik ezekkel kell fölvenni a versenyt. Ahhoz, hogy fölvegyék a versenyt, vagy jól tudjanak szerepelni, nekik adottságuktól függően, tehát munkahely, család, anyagi, stb., mellett az eszüket kell használni. És akkor meggyőződésem 2-3 éven belül meg lesz a munkájuk gyümölcse. Eredményesen. Akkor nagyon szépen köszönöm az interjút. Hölgyeim és uraim is kezdő galambászok. Ha beszereztek nagyon jó madarakat különböző helyükről, nézzenek, lássanak és használják az eszüket.
Köszönöm, hogy meghallgattak, ez volt az ászó. Jó, oké. Én is elköszöntem, jó, elköszöntem tőlük, igen. Na most kapok ideg meleget, ugye? Nem baj, Feri bácsi. Mégis valami történt. Igen, megy, az még megy. Hadd menjen. Gyerekek, javaslom mindenkinek, hogy fogjatok össze, ne ellenségként közeledjetek egymáshoz, hogy ássátok el a csatabárdot. Mert itt van a pandémia, itt van ez a koronavírus, ez még mind ellenünk szól, és ez a nemes, csodálatos postadalomsport, ez nem szűnhet meg. A staféta legyen a ti kezetetekben is. Üdvözöllek benneteket. Kortól, nemtől, adottságoktól függetlenül. Isten áldjon mindenkit.